Egyelőre nem lesz változás, az eddigi intézkedéseket tartja fenn a kormány a járványhelyzet miatt bevezetett szigorításokat illetően. Adómentesség. A pálinka bér és magánfőzése is járulékmentes lesz január 1-től. Diákmunka. Idén 30%-kal kevesebb fiatal tudott dolgozni a koronavírus miatt. Az eddigi intézkedéseket tartja fenn a kormány, jövő hétig nem lesz változás a járványhelyzet miatt bevezetett szigorításokat illetően, mondta a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az elmúlt 24 órában 6360 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, és elhunyt 115, többségében idős krónikus beteg. 7537 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 640-en vannak lélegeztetőgépen. A kormány a tegnapi ülésén a járványi helyzetet értékelte. Magyarországon azt látjuk, hogy az elmúlt heti adatokat figyelve, mondhatnám azt, hogy a tegnapig rendelkezésre álló adatokat figyelve, az új fertőzések száma 3000 és 5000 között volt, ami azt mutatta, hogy a fertőzés szám az mérséklődik, vagy legalábbis nagyjából konstans adatokat mutat. Tudtuk azt, hogy ez a szám változni fog, hiszen megkezdődtek a tömeges tesztelések. Ez nem csupán a különböző hivatásrendek, a védekezés szempontjából kulcsfontosságú hivatásrendek tesztelését jelenti, hanem azt is, hogy lényegesen több antigén tesztet is most már használunk. Ennek köszönhető az, hogy a mai adatok a fertőzés szám tekintetében lényegesen magasabbak. Ezt a kormány a jövő héten, tehát amikor a magasabb tesztelés, több tesztelés miatti magasabb fertőzés számot a jövő héten értékeljük, akkor tudjuk azt leszűrni, hogy ez a fertőzések terjedésének gyorsulását mutatja, vagy pedig azt, hogy egyébként egész hivatásrendeket tesztelünk. Azt is szeretném jelezni, hogy a különböző hivatásrendek tesztelésének eredményeit a kormány egységesen is nyilvánosságra fogja hozni. Tehát a pedagógusok teszteléséről, a szociális intézményekben dolgozók, az egészségügyi intézményekben dolgozók teszteredményeiről valószínűleg a hétvégén tudunk egységes számokat mondani. Ezért a kormány úgy döntött, hogy az eddigi intézkedéseket tartja fenn, és a jövő heti kormányülésig ebben változás nem várható. Adómentes lesz a pálinka bér és magánfőzése január 1-től. A szakma vezetői abban bíznak, ez is hozzájárulhat a kereskedelmi főzdék gazdasági stabilitásához. Az ágazat egyébként nagyon nehéz éven van túl, a koronavírus járvány miatt ugyanis 60-70%-kal esett vissza az értékesítés. A pálinka főzés adómentességére volt már példa a közelmúltban, 2015-től azonban járulékköteles volt minden ilyen bejegyzett tevékenység. A jelenlegi szabályozás szerint bérben háztartásonként 86 liter 56 fokos pálinka főzhető le, 1 liter pálinka után pedig a termelőnek 835 forint adót kell még fizetnie. Amennyiben 86 liternél nagyobb mennyiségre tartani igényt valaki, akkor literenként 1670 forint jövedéki adóval kell kalkulálnia, amelyhez hozzájön a munkadíj. Többek között ezt törlik el az országgyűlés által elfogadott törvénymódosításnak köszönhetően. Bár az adószabályozás részletei még nem jelentek meg a magyar közlönyben, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke híradónknak elmondta, a változtatásoktól pozitív fordulatot várnak a piacon. A kereskedelmi főzdék nagy többsége az bérfőzést is végez, és abban reménykedik, hogy sokan visszatalálnak a bérfőzdékbe azok közül, akik a magánfőzés álcája alatt tulajdonképpen a magánfőzés mögé bújva illegálisan bérfőzdét üzemeltettek nagyon sokan, és sok főzet hozzájuk pártolt át, ugye anyagi megfontolásból, mert ők sokkal kevesebbért főzték ezeket a termékeket, mert semmilyen adót nem fizettek utána. A kereskedelmi főzdék közül azok, akik bérfőzés is csinálnak, azok abban reménykednek, hogy visszatalálnak a régi kuncsaftjaik hozzájuk nagyon sokan. Az ágazat szereplői emellett abban is bíznak, hogy az új szabályozással nem kerülnek majd kereskedelmi forgalomba olyan termékek, amelyek nem kereskedelmi főzdében készültek. Az elnök kifejtette, sok vendéglátó egység élt azzal, hogy első kategóriás főzde nevével ellátott üvegbe magánfőzdében készült, tehát hamis pálatot öntött. Ez gazdaságilag érzékenyen érintette a piacot, ami a koronavírus járvány miatt is nehéz helyzetbe került idén.
főleg azért, mert ugye 2019. januárjától egy népegészségügyi termékadó került a pálinkára, ami a forgalomnak durván az 50%-os visszaesését jelentette. És erre jött ugye tavasszal az első hullám, amikor ugye márciusban bezártak a HoReCa szektorban, és ugye a pálinka főzdések 80-90%-ban inkább a HoReCa szektor felé értékesítenek. Most ez akár úgy, hogy étteremben, akár úgy, hogy rendezvényeken megjelennek. Kisebb százalék a polti kisker eladásban. És hát ahogy megálltak az éttermek, megálltak ugye az értékesítések is teljes mértékben. Volt olyan kollega, akinek 0%-ra esett vissza a forgalma. A belföldi turizmus nyári fellendülése sem tudta kompenzálni ezt a kiesést, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi főzdék is csupán a balatoni szektorban tudtak jól értékesíteni. A tavaszi hullámban a szakma elérte, hogy a beszállítók különböző kedvezményekben, így például járulékmentességben részesüljenek, a gazdasági fenntarthatósághoz azonban újabb támogató intézkedéseket várnak a kormánytól. Az idén 30%-kal kevesebb diák tudott dolgozni a koronavírus járvány miatt. A veszélyhelyzet életbe lépése a diák munka, illetve a gyakornoki foglalkoztatás szabályait is megváltoztatta. A gyorsan változó létszám igény esetén a diákfoglalkoztatás rugalmasságot és pontosan kalkulálható költségeket jelent a cégek számára. A vírus terjedése miatt életbe lépett intézkedések jelentősen befolyásolják a diákok munkavállalási feltételeit. Ahol a tevékenység ezt lehetővé tette, részben vagy teljesen home office-ba küldték a dolgozókat, beleértve őket is. A kereskedelmi és a logisztikai területen dolgozó diákok foglalkoztatása esetében fellendülés látható, hiszen a járványügyi helyzetben ezeknek a cégeknek kiemelt szerepe van az ország működésében, az emberek ellátásának biztosításában. Az élelmiszerkereskedelmi ágazat kifejezetten jól reagált a nehéz helyzetre. Élelmiszerüzletláncoknál van most kiemelt igény a diákmunkára, itt pénztárosokat keresünk nagy számban, itt a megye teljes területén, illetve árufeltöltése van még szabad pozíciónk, egy kevés. Csomagolási munkák is van, itt például Nyíregyházán van olyan partnerünk, ahol naponta 15-20 diákot tudnánk vinni, tehát annyit tudunk foglalkoztatni, és ezt hétfőtől vasárnapig, tehát folyamatosan kéri a partner a diák munkavállalókat, illetve üzemétterembe keresünk diákot, tálcázásra, telefonos ügyintézőket keresünk, gumiforgalmazó partnerünkhöz, a kerék, csereidőszakon, és akkor itt lehet regisztrálni, egyeztetni, tehát idés keresünk diákmunkavállalókat. Illetve jön a decemberi hónap, és ilyenkor azért egy-két cég kéri a segítségünket Mikulás csomagok előkészítésére, és ide is ilyen napi 8-10 diákot tudunk foglalkoztatni. Az ügyfélszolgálati szektor az, amely gyorsan és hatékonyan képes volt átszervezni a feladatait, és nagy arányban megtartani a diákmunkatársakat. A siker titka, hogy a digitális folyamatokban fejlettebb cégeknek sokkal könnyebb a home office rendszerre történő átállás. A Melódiák Máté Szalkai és nyíregyházi irodavezetője Barács Zsolt elmondta, hogy a koronavírus világjárvány miatt városunkban is csökkent a diákok foglalkoztatása, de a helyzet azért korán sem reménytelen. Kettő partnerünk is van, aki átállt teljesen a home office megbízásra, tehát ő home office-ban dolgoztatja nem csak a diák, a felnőtt munkavállalót is, itt koncentrális munkavállalókat egész évben, és ő nem is fog már visszaállni, csak home office fogja folytatni, mivel azt mondta, hogy ez sokkal jobban bejött, és diákok jelentkezését is várja. Meg is keresnek bennünket diák munkavállalók, mivel hogy itt nincsen kötött időpont, hogy reggel 8-tól délután 4-ig kell, ha iskola után, vagy az online oktatás után beül munkavállalónak a feladatait elvégezni, akkor akár 2-3-4 órában is tudja ezt végezni. Hát itt mondanám, hogy az élelmiszer üzletláncok idézőjelbe profitáltak ebből, és az megemelte a diák létszámot, tehát mondhatom azt, hogy ilyen heti 150-200 pozíción van ezekben a szektorokban a diákmunkásoknak. A gyorsan változó gazdasági környezetben a diákmunka igénybevétele nagy rugalmasságot biztosít a munkaadóknak. 18. életév felett bárki dolgozhat, aki rendelkezik diák vagy hallgatói jogviszonnyal. 18 év alatti munkavégzésre is lehetőséget ad a törvény, amelyet külön részletekbe menően rögzít. A járványhelyzet legfőbb napi kérdése, hogy ki fertőzött és ki nem. A kormány annak érdekében, hogy ezen egy magánszolgáltató se nyerészkedhessen, egységes 19.500 forintos hatósági árat vezetett be a PCR-tesztekre. Október elején pedig el is kezdték ellenőrizni a szolgáltatókat.
2020. szeptember 21-től hatályos törvény értelmében egységes hatóság járon köteles az összes hazai magánszolgáltató elvégezni a PCR teszteket. Október elejéig tartott a türelmi idő, ezt követően pedig a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrizni kezdte a szolgáltatókat annak érdekében, hogy mindenki eleget tesz-e a megfelelő tájékoztatásnak, és alkalmazza a hatósági árat, ami egy 17 000 forintos vizsgálati és 2500 forintos mintavételi díjból áll. Országosan az összes olyan szolgáltatót, aki PCR-teszt végzését nyújtja ugye a felhasználók fogyasztó részére, azokat a fogyasztóvédelmi hatóság bevizsgálja és ellenőrizze. 95 vállalkozást ellenőriztek a fogyasztóvédelmi hatóság kollégái országosan, és minden negyediknél találtak valamilyen jogsértő magatartást. Ez egyébként 268 ellenőrzést jelentett országosan, és az ellenőrzés három részre oszlott, ugyanis nem csak helyszínen végeztek ellenőrzést, tehát nem csak a helyszínen nézték a hatósági árat, hanem a különböző weblapokon található ártájékoztatást is vizsgálta a fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a telefonos tájékoztatást is. A tapasztalat az volt, hogy a szolgáltatók nem minden esetben tartották be a hatósági árat, és akár 30-40 ezer forintot is elkértek a tesztekért. A többletköltséget extra szolgáltatások adták, mint például kiszállítási díj, fülorgégészeti konzultáció a teszt mellé, esetleg hétvégi mintavétel. Ezek azonban nem voltak tételesen feltüntetve, és nem tájékoztatták előre a fogyasztókat. Jellemzően kötelezésre került sor, akár a helyszíni kötelezésre, vagy későbbi kötelezésre a hatóság részéről. Felszólította a jogsértő magatartás megszüntetésére, és összesen, egyébként, mint mondtam, együttműködőek voltak jellemzően a vállalkozások, tehát összesen országosan 230 ezer forint bírság kiszabására került sor. Budapesten, Fejér megyében és Győr-Sopron megyében, tehát összességében itt került sor bírság kiszabására. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyébként egy olyan szolgáltatót tudtak ellenőrizni a fogyasztóvédelmi hatóság kollégái, akik PCR-tesztet végeznek, és ott teljes mértékben megfelelt minden a jogszabályi előírásoknak. A szolgáltató 19.500 forintért értékesítette a PCR-tesztet, és erről megfelelően tájékoztatta a fogyasztókat. A legtöbb esetben a nem megfelelő tájékoztatás és az ár részletes ismeretének elmulasztása volt a fő probléma, amit a legtöbb vállalkozás azonnal helyesbített. 2 millió forint értékű adomány gyűjtött a József András Oktatókórház és a mentőállomás számára a Nyíregyházi Rotary Klub. 3 hűtőszekrény került COVID részlegekre, amelyeket gyümölcslevekkel, vízzel, energiaitalokkal és édességekkel töltöttek fel. A készlet folyamatos pótlásáról a Rotary Klub gondoskodik. Emellett helyi vállalkozások és magánszemélyek felajánlásainak köszönhetően ózon generátoros fertőtlenítő készülék is segíti a jövőben a járvány elleni védekezést a kórházban. A harmadik út ellen irányul a választási törvény módosítása, állítja a Mi Hazánk mozgalom. A párt alelnöke azt mondta, kifejezetten ellenük készül ez a tervezet, mert a jelenlegi kormány ugyanazt akarja, mint a balliberálisok, vagyis egy kétpólusú rendszert építenének ki. Apáti István véleménye szerint a döntéskozók alábecsülik a Mi Hazánk mozgalom politikai erejét és társadalmi támogatottságát. A Fidesz nagy hibát követel azzal, hogy alábecsülje a Mi Hazánkat, hiszen nekünk teljesen mindegy egyébként, hogy milyen cselvetésre készülnek, akár 50, akár 71 jelöltet írnak elő. A mi célunk az, hogy mind a 106 körzetben elinduljunk, és szeretném jelezni, és egyben üzenni is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6 körzetében gyakorlatilag felálltunk. Bár a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár a koronavírus járványra tekintettel kötelezően zárva tart, mégsem hagyja az olvasó közönségét könyvek és programok nélkül. A kicsiktől a felnőtteken át minden korosztály számára biztosítanak tartalmas decemberi programokat és kölcsönzési lehetőséget. Bár a könyvtár zárva tart, az intézmény munkatársai rugalmasan és készséggel állnak továbbra is olvasóik rendelkezésére. Különleges megoldással e-mailben vagy telefonon előrendelhetőek a könyvtári könyvek, amelyeket az épület előtt lehetőség nyílik átvenni.
Tomasovszky Anita könyvtárigazgató felhívta a híradó nézőinek figyelmét, hogy lehetőség nyílt a könyvtár online YouTube csatornáján színvonalas előadások meghallgatására is. A csatorna bárki számára elérhető, és a korábbi előadások tartalomkorlátozás nélkül visszanézhetőek. Legközelebb november 26-án csütörtökön 8 órától Bácskainé dr. Pristyák Erika főiskolai docens a Bokortanyák örökségturisztikai értékei címmel hallható és látható az előadása a YouTube csatornánkon. Ízes Kalács varázs, kiállítást és versenyt szervez a Fiók Könyvtár. Csodaszép alkotások születtek már tavaly, úgyhogy bízunk benne, hogy idén is sok Mézes Kalács alkotás, házikó, frigura és bármilyen térbeli alkotás készül. Ezekről az alkotásokról kérjük a pályázókat, hogy készítsenek egy jó minőségű fotót, azt küldjék el a vcei@mzsk.hu e-mail címre. Ezeket közzé fogjuk tenni a Fiók Könyvtár Facebook oldalán december 4-e és 20-a között. Lájkolással lehet majd szavazni a közönségdíjas alkotásra. Aki bizonytalan, milyen olvasási élménnyel ajándékozza meg a kicsiket december hónapban, érdemes a megérzései helyett a könyvtári manókra bíznia magát. A szakértő könyvtári segítség most válaszlevél formában érkezik a megfelelő könyv választásához. Már 6 évvel ezelőtt könyvtári manók költöztek a Vécsei utcai Fiók Könyvtárba, és most valóban megirigyelték a Mikulás manóit, akik nagyon sok levelet kapnak mindig a gyerekektől, és ezért most mi arra kérjük a felnőtteket, gyerekeket egyaránt, hogy írjanak levelet a könyvtári manóknak. Tehát a könyvtári manók címe 4400 Nyíregyháza Vécsei utca 13/A. A manók minden levélre válaszolni fognak. Eddig már 19 levél érkezett a manókhoz, elsősorban gyerekektől. A válaszlevélben egy könyvtári manó válaszol a gyerekek kérdéseire, és könyvajánlásokat is küld a manók kedvenc olvasmányairól, úgyhogy várjuk mind a kicsik és a nagyok leveleit is a Vécsei utcai Fiók Könyvtárba. A könyvtári manók várják a leveleket és válaszolnak. Győzelemmel zárta az őszi szezont a Sényői futballcsapat, az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes a Balassa gyarmatot verte 3-0-ra. Az MB3 keleti csoportjában 6. helyen álló Sényő vasárnap a Tiszafüredet fogadja az előrehozott első tavaszi fordulóban. Az utolsó őszi fordulót a 19-et rendezték az elmúlt hétvégén a labdarúgó NB3 keleti csoportjában. A Sényő 2 gól nélküli döntetlent és egy játék nélkül 3-0-ra elvesztett mérkőzést követően fogadta a Balassa gyarmatot. A találkozó végül magabiztos hazai győzelemmel zárult, Kapacináék 3-0-ra verték a középmezőnybe tartozó ellenfelüket. Sokkal nehezebb mérkőzésre számítottunk, mint amilyen lett belőle. Ugye a Balassa gyarmat egy nagyon jó sorozat után látogatott el hozzánk, 4 meccsen még volt sem kaptak, viszont ugye nekik elmaradt meccsek miatt eléggé besűrűsödött itt a végé, és 10 nap alatt velünk játszották a 4. mérkőzésüket. Ez egy kicsit lehet, hogy kijött már így rajtuk, viszont ugye mi, hogy nem játszottunk a múlt héten bajnoki meccset, mert a Tiszakécske nem ment bele a halasztásba, valamint voltak betegeink, és nem igazán úgy tudtunk sajnos edzeni. Van, aki az összesen 2 edzéssel vett részt a mérkőzésen, de így utólag, hál' Istennek, tényleg nagyon jól sült el. Lehet, hogy ugye a srácokban is volt egy kis tüske, hogy nem játszhattunk, valamint egy kis mérkőzés hiány, meg játék hiány, aztán ez most így kedvezően alakult. A bajnokság felénél a 49 pontos Tiszakécske áll a tabella élén, megelőzve a 45 pontos Jászberényt és az egyaránt 34 pontos Füzesgyarmatot és BVSC Zuglót. A Sényű 31 ponttal a 6. helyen várja a folytatást. Van azért, megmondom őszintén, egy-két meccs alapján hiányérzetünk, például, ha csak a 2 hazai mérkőzésünket nézzük, a nem is olyan rég 2 meccsünket, a Kisvárdát és a Ceglédet, ahol ugyanúgy megvoltak a gólszerzési lehetőségeink, viszont mind a 2 meccs 0-0 lett végül. Ha ezek a ilyen elhullajtott pár meccs alapján pontjaink szerint ugye lehetnénk a dobogón már most ott a 3. fokán, de ha az összképet nézem így az ősz alapján, akkor azért nem vagyunk elégedetlenek, meg tehetetlenek, hát viszont voltak ugye szerencsés periódusaink is, de ugye a foci így valahogy mindig kiegyenlíti egymást.
A Sényűre még két tavaszról előrehozott mérkőzés vár idén, vasárnap a Tiszafüredet fogadják Pál Zsomborék, majd egy héttel később Salgótarjánban zárja az évet az NB3-as gárda. A Nyíregyházi Sportcentrum, a Fátum Nyíregyháza, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks és a Nyíregyházi KC csapata idén is összefogott és újra meghirdeti karácsonyi jótékonysági akcióját. Várnak minden megunt, de még használható régi vagy új játékot, gyerekruhát, amellyel a rászoruló gyerekek karácsonyát szeretnék szebbé tenni. Az adományokat november 26-ától december 15-ig hétköznaponként a Continental Arena portáján lehet leadni. A felajánlásokat ebben az évben is az Oltalom Szeretett Szolgálat Családok Átmeneti Otthona részére juttatják el a szervezők. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban. Az eddig intézkedéseket tartja fenn a kormány, jövő hétig nem lesz változás a járványhelyzet miatt bevezetett szigorításokat illetően, mondta a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Az elmúlt 24 órában 6360 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, és elhunyt 115, többségében idős krónikus beteg. 7537 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 640 vannak lélegeztetőgépen. A pálinka bér és magánfőzése egyaránt járulékmentes lesz január 1-től, erről döntött az országgyűlés. A szakma vezetői abban bíznak, ez is hozzájárul a kereskedelmi főzdék gazdasági fenntarthatóságához. Az ágazat egyébként nagyon nehéz éven van túl, a vendéglátó egységek bezárása miatt ugyanis mintegy 70%-kal esett vissza az értékesítés egy átlagos évhez képest. A vírus terjedése miatt életbe lépett intézkedések jelentősen befolyásolják a diákok munkavállalási feltételeit is. A kereskedelmi és a logisztikai területen dolgozó diákok foglalkoztatása esetében fellendülés látható, hiszen a járványügyi helyzetben ezeknek a cégeknek kiemelt szerepe van az ország működésében, az emberek ellátásának biztosításában. Az élelmiszer kereskedelmi ágazat kifejezetten jól reagált a nehéz helyzetre. November 26-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, amellyel holnap este várjuk legközelebb Önöket, addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Éjjel borult lesz az ég, párás, néhol ködös lesz a levegő, csapadék nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3, plusz 3 fok között alakul. Pénteken túlnyomóan borult lesz az ég, a látási viszonyok javulnak, de továbbra is párás marad a levegő, csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1-5 fok között várható. Szombaton folytatódik a borult, párás idő szitálással, ónos szitálással. Ezt követően észak-kelet felől hideg csepp éri el a Kárpát-medencét, hatására vasárnap és hétfőn egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, ugyanakkor a magasban lehűlés várható, így a kevésbé felhős tájakon megjelennek az erősebb fagyok is.